Laat Frans Dolly eens naar een lapteek. Zit most? Na Antal István, most aztán húzd a csíkot. De Frans Dolly a kis méregzsákkal nagyon ott lesz is. Nyomni, tolni fog, ebben biztos vagyok. Meglepő, de Vazoli egy picit beragadt a rajtnál, az Evo pedig jól elkapta a rajt pillanatát. Ugye két összkerekes autóról beszélünk, ugyanúgy, mint a Kókusznál is. Hopp, hopp, Vazoli már ott van az élet. Az a kis egyenes rész elég volt neki, egyenes szakasz elég volt neki, hogy pillanatok alatt úgymond egy kis gázfröccsöt adjon, aztán elmenjen az Evo mellett. Vazoli keresztbe a koltal, de szépen csinálta. Szinte ezen a murvás talajon, illetve agyagos talajon szinte driftelve vette itt a cél utáni első jobbost. Szinte végig keresztbe úsztatta az autót, a koltot. Hát ahogy számítani el lehetett a harmadik helyen Leopold Poppa fókusszal, míg a negyediken Újházi Tyuki. Az ötödiken pedig Donne Nitro, a junior kupás kis Suzuki-val. És még hagyjuk is, a Suzuki ma kibírta, eddig legalábbis én kiabáljam el, kibírta az egész napot, most nincs féltengelye egyelőre. Úgyhogy csak neki a vágyik el, így van, Szabolcs. Hát az Zoli most már igencsak meglépett, de ezért nem is lehet csodálkozni, hiszen szenzációs ez az autó. Nézd, gyerünk! Hoppá, Nitro! Nitro majdnem csodát csinált. Majdnem lenyomta Újházi Lacit és az Asztrát. Van belé egy nagy csata ott a negyedik helyért. És hopp, 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 hopp. A Suzuki és az Astra. Mekkora csata. Kérem szépen, tehát az egyenes zsagot az Astra erősebb, de az íveken azért Donnitro utoléri Újházi Lacit. Azért nincs ott még minden eldöntve. Maradjunk ennyibe. Hát Vas Zoli pedig nem is tudom, mérföldekkel a többiek előtt. És újra! Nitro szűkre veszi a belsőt, de hát ott az Astra jobban kigyorsul. Hát mondjuk ennyi különbség van a két autó között, erőbeli különbség. De Don Nitro félelmetesen küzd a kis Suzuki-val. Megint ott az ugató, utána ott vannak együtt, de az Astra az egyenesben megint ők gyorsan. Hát a többiek azok egymás után leszakadva, úgyhogy most elnézést, hogy nem a többiekkel foglalkozok, de hát ez szenzációs ez a csata, az Astra és a junior kupás, tudjuk, hogy ez az. Csak Nitro, üzenem neked, hogy a Suzuki gazdája itt van, aki ezzel versenyez rallycrossban, úgyhogy csak óvatosan. Hoppá! A Suzuki ismét szűkevé a belső. Ott van Vazoli mögöttük, jajajajaj! Csak most hoppá, most már Vazoli is ott van. Arra azért figyeljetek, fiúk! Vazoli is ott van, kettőjük között! Nitro udvariasan elengedi, ezzel előnyt ad Újházi Tyukinak. Na Nitro izzadhat megint, Don Nitro, hogy utolérje az Asztrát. Vazoli egy kicsit bekavart. Ez a párharcba. Aj, pedig de jó kis izgalom volt. Vazoli, hát kell neked ilyet csinálni, hogy a két szenzációs versenyautó közé te beküszkölöd azt a rossz koltot. Nézzétek, megint hogy rájön. És megint Nitro, megint legyűri a távolságot. Már megint ott van az Astra mellett. Hát hihetetlen. Don Nitro, hihetetlen. És most már jön a leinduló. Vazoli,
nyeri a döntőt a kasztisoknál. És a Suzuki, Astra csatájából. Hát az Astra fog kijönni győztesen, hát ez várható volt azért. De nagyon-nagyon jól küzdött. Don Nitro a Suzuki-val. És úgy.